Biztonságos a Felső-Tisza vidéke. Az utóbbi években mintegy 14 milliárd forintot fordítottak ár- és belvízvédelmi fejlesztésekre. Félmilliárdos beruházás Mátészalkán, új piaccsarnok várja a város és a térsége eladóit és vevőit. Állásbörze, helyi és térségbeli fiatalokat és vállalkozásokat hoztak össze Tiszavasváriban. Megfelelően működik a Felső-Tisza vidékének ár- és belvízvédelmi rendszere. Erről tájékoztatott Bodnár Gáspár, a vízügyi igazgatóság vezetője a tiszateleki védmű ellenőrzésük során. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Román István, a megyei védelmi bizottság elnöke elmondta, az utóbbi években mintegy 14 milliárd forint értékben fejlesztették a folyó ár- és belvízvédelmét, a beruházások folytatásaként pedig újabb 11 kilométeres útszakasz épül meg a Tisza töltésén Gába Vencsellőtől Zsurk irányába. Mindent rendben találtak. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság szakértői az elmúlt hetekben teljes körűen megvizsgálták a folyó védműveit, amely során kiderült, a part közelében lakóknak nem kell tartaniuk a folyó okozta esetleges ár- és belvíztől. Bodnár Gáspár igazgató az eredmények bemutatásakor kiemelte, nem csak a műszaki berendezések működnek kifogástalanul, az árvízvédelemben dolgozók szakértelme és hozzáállása is megfelelőnek bizonyult. A védelmi rendszer valamennyi elemét megfelelő karbantartottságú állapotban találtuk. Munkatársaink a szükséges feladatokat mindenütt elvégezték, a töltések koronáját, ürézsőjét megfelelően letakarították, kaszálásokat elvégezték, valamennyi tartozékot karbantartottak, a térségben több szivattyútelep is található, valamennyi szivattyútelepünk működőképes, korszerű vezérléssel van ellátva, és hát természetesen a kollégáinknak a felkészültségét is ellenőriztük, valamennyi gátőr területi felügyelő írásos beszámolót készített, ezt szóban is előadták, és megvitattuk azokat az eredményeket és azokat a problémákat, ami szükséges ahhoz, hogy tovább tudjunk fejlődni a jövőben. Bodnár Gáspár hozzátette, a biztonság megteremtése mellett az is fontos szempont, hogy a töltések a közlekedők és a turisták számára is kielégítőek legyenek. Ennek érdekében is történtek és történnek fejlesztések a Tiszaparton. Egy építést szeretnénk folytatni. Egy komoly utat építettünk Győröcske és Dombrát között az árvízvédelmi töltésen. Egy stabilizált út épült 26 kilométer hosszban. Ennek a folytatását szeretnénk 11 kilométeren elvégezni a közeljövőben. Ez azt jelenti, hogy stabilizált koronán lehet eljutni a Tisza töltésén Gáva Vencsellőtől egészen Zsurkig. A megyei védelmi bizottság elnöke, Román István a bejáráson elmondta, a műszaki feltételek megteremtése mellett ki kell emelni azokat a vízügyi szakértőket és szakképzett közfoglalkoztatottakat, akik a Felső-Tiszán folyamatosan dolgoztak a biztonság növelésén. Azok a védművek, amelyek mindannyiunknak a biztonságát szolgálják az árvízzel szemben, illetve a belvíz tekintetében, ezek sorra újulnak meg, és kerülnek sokkal jobb állapotba, mint amelyben korábban voltak. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy a korábbi években nagy számú közfoglalkoztatott volt az, aki ezekben a munkákban bevonásra került. Ezek a lehetőségek sajnos már beszűkültek, viszont a végbe ment egy komolyabb gépesítés, aminek az eredményeképpen ezek a műek jobb állapotban vannak. Tehát beszélünk el azokról a fejlesztésekről, amelyek zajlanak itt a megyében, elsősorban a Felső-Tisza területén. Ilyen jelentősebb fejlesztés volt például a Batár-patak és a Tisza-balparti töltésének magasítása és leburkolása 22 kilométeres hosszúságban, amely mintegy 14 milliárd forintból valósult meg. Az elmúlt 9 évben olyan fejlődés történt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, amely alapján az elmúlt időszak egyik legnagyobb nyertese ez a megye. Ezt Kis András, az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetség országos alelnöke mondta el szerdai sajtótájékoztatóján. Hozzátette, Szabolcs-Szatmár-Beregben jövőt és lehetőséget kell adni az itt élő fiataloknak, ezért fontos, hogy többen kerüljenek döntéshozói pozícióba. Azzal, hogy jelen vagyunk ezeken a testületeken, tudjuk a saját közösségünk számára is azt demonstrálni, hogy van értelme itt, szülőföldünkön jövőt, egzisztenciát, családot alapítani és tervezni. Azt gondolom, hogy ez a jövő,
nagyon sok fiatalnak ez lehet a jövő, és ebben próbálunk mi is velük együtt, mint képviselet dolgozni. Október 13-a valódi esély a változásra, mondta az MSZP elnöke szerdai sajtótájékoztatóján Nyíregyházán. Tóth Bertalan kiemelte, a szabolcsi megyeszékhely ellenzéki összefogása nagyon erős, országos szinten is példaértékű. A politikus felhívta a figyelmet arra is, hogy az itteni ellenzéki szövetség mögött egy kidolgozott, komoly, innovatív program áll, és a polgármester jelöltnek nem a jelenlegi városvezetés lejáratásáról szól a kampánya. Mi azt képviseljük országosan is, hogy meg kell teremteni a szabad városokat Magyarországon, amelyek demokratikusan működnek, tiszteletben tartják az önkormányzás jogát, az ott élők önkormányzáshoz való jogát, részt vehetnek az ott élők a döntéshozatalban, szolidáris önkormányzatok jönnek létre, amelyek küzdenek a társadalmi szakadékok megszüntetéséért, zöld önkormányzatok, amelyek küzdenek a klímavédelemért, ha nem a térkő a legfontosabb, hanem talán a parkok és a jó közérzet, a tiszta levegő. Mintegy 500 millió forintos Európai Uniós pályázati forrás keretében újult meg Máté Szalka nagypiaca, amely nem csak a helyi, hanem a térségi kereskedelem egyik jelentős bázisa évtizedek óta. A megyei közgyűlés elnöke az átadó ünnepségen úgy fogalmazott, a piac ösztönzőleg hat a helyi termelőkre és kereskedőkre, ami az ország gazdasági teljesítő képességét is jelentősen növeli. Máté Szalka szélén évtizedekig üzemelt ez a korábbi KGST piac, ahol piacnapokon árusok tucatjai és vevők százai fordultak meg. A létesítmény évtizedekig nem fejlődött, a terület és területfejlesztési operatív program keretében azonban fél évvel az alapkőletételt követően hétfőn átadták az új csarnokot. A város polgármestere beszédében hangsúlyozta, az új piac mindenben megfelel a kor igényeinek. Maga a projekt 500 millió forintos nagyságrendű volt, természetesen, hogyha műszaki ellenőri, tervezői, meg egyéb költségeket, közbeszerzés és egyéb költséget levonjuk, akkor durván egy olyan 460 millió forint maradt a kivitelezésre. Hát ha csak a mögöttünk lévő vasszerkezeteket megnézik a tisztelt érdeklődők, akkor láthatják, hogy bizony ebben benne van az anyag, és kellett hozzá forrás is. Büszke vagyok rá, hogy ez megvalósult. Ráadásul úgy, hogy Máté Szalkai vállalkozó készítette el, 7 hónap állt rendelkezésre a kivitelezésre, és 6 hónap alatt lett meg, jelezve az ő elhivatottságukat. Hanusi Péter hozzátette, a helyi termelők, valamint kereskedők is megérdemelték, hogy korszerűbb körülmények között értékesíthessék termékeiket. Mint mondta, a lakosság számára egy piac nem csak szükségszerűség, hiszen az valódi közösségi szintérként is funkcionál. Ahol most állunk, ez a régi KGST piac, és hát a ciklus elején meg kellett, hogy állapítsuk több egyére, hogy ez még mindig úgy néz ki, mint egy igazi KGST piac, tehát nem követte a rendszerváltozást a Máté Szalkai piac megújulása. És mi azt gondoltuk, hogy ez a térség, ez a régió, amit Máté Szalka mindig a piaccal kiszolgált, megérdemli azt, hogy valóban 21. századi modern körülmények között lehessen a piaci napokon Máté Szalkán piacolni, ami ugye egy közösségi, egy családi program volt mindig is. Azt gondoljuk, hogy a mögöttem lévő épület az méltó ehhez. A megyei közgyűlés elnöke beszédében kiemelte, Máté Szalka, mint a megye második legnagyobb városa, presztízsében kezd felnőni arra a szintre, ahová tartoznia kell. Hozzátette, folytatódnak a piacokat megújító beruházások, amelyek ösztönzőleg hathatnak a helyi termelőkre és a kereskedőkre. A szűken vett Máté Szalkaiaknak van egy másik piacuk, az úgynevezett kispiac, amely legalább olyan fontos, mint ez a térségi szerepkört betöltő piac. Arra is van egy pályázati csomag, több mint 6 milliárdos pályázat, és polgármesterek fognak pályázni erre a kiírásra, és remélem ugyanolyan sikeresen fognak szerepelni ezen a pályázati kiíráson, mint ennek a nagy piacnak az esetében. És egy olyan programcsomag része ez, amely több 10 milliárd forintot jelenthet helyi gazdaságfejlesztésre. Seszták Oszkár hozzátette, az ország gazdasági teljesítő képességének kiemelt érdeke, hogy minél több hazai termék kerüljön a polcokra, ezért is fontos, hogy a nagy kereskedelem mellett megmaradjon a piackultúra is Magyarországon.
Több száz általános és középiskolás kaphatott útmutatást pálya vagy munkahely választását, illetően a 10. tiszavasvári állásbőrzén és nyílt napon. A több tucat kiállító arra próbált rámutatni, hogy helyben és a térségben is el lehet helyezkedni, a fiatalok pedig a cégeknél meghirdetett álláshelyekről is érdeklődhettek. Rendészet is tanulók tartanak bemutatót Tiszavasvári sportcsarnokában. Mintegy 30 helyi és megyebeli céggel együtt azért érkeztek ide szerda délelőtt, hogy bemutassák mások mellett a gépgyártás technológia, a fodrász, a honvéd vagy a rendőr szakma szépségeit. Sok munkahelyen szembesülnek nagy fluktuációval, erre is egyfajta megoldást kínálhat egy-egy ilyen esemény. Fontosnak tartjuk, hogy a fiatal generációt is megszólítjuk, mert bennük látjuk a jövőt, hiszen nekik is kell majd pótolni a cégtől esetlegesen nyugdíjba vonuló kollégákat. A tiszavasvári cégek arra próbálták felhívni a több száz részvevő fiatal figyelmét, hogy helyben is el tudnak helyezkedni, ehhez azonban jó szakembernek kell lenniük. Ahhoz, hogy ezt felmérhessük, itt felveszük a kapcsolatot azokkal, akik érdeklődnek, akiket érdekel a munkavilága, és utána nagyon szívesen meghívjuk őket akár egy nyári munkára vagy gyakorlatra hozzánk a céghez, ahol pénzt is kereshetnek, kipróbálhatják magukat, és mi is megismerjük őket. És utána már konkrétan meg tudjuk szólítani, hogyha szükségünk van egy szakemberre, egy heggesztőre, egy gépi forgácsolóra, csőszerelőre, lakatosra. Tudjuk, hogy kihez kell, ki az, aki a fiatalok közül már kipróbáltunk, ismerjük, tudjuk, hogy fejlődőképes. A település polgármestere szerint is arra kell megoldást találni, hogy ne az elvándorlás legyen a jellemző, hanem helyben maradjanak és dolgozzanak a fiatalok. Erre egy nagyon jó példa most az egyik futópályázatunk, az Esély és Otthon nevű pályázat. 7 önkormányzati lakást újítunk fel többek között ebben a pályázati konstrukcióban. 18 és 35 év közötti fiatalokat, fiatal párokat tudunk támogatni, akár lakásvásárlási támogatással, tehát ebben a pályázatban több forma van, akár munkába járási támogatással, vagy valamilyen más formájú támogatással, hogy itt Tiszavasváriban maradjanak. A térség országgyűlési képviselője a járásban tapasztalható munkanélküliségről is beszélt. A 6-7%-os mutató az országos átlag felett található. Mint mondta, ennek az is az oka, hogy a szakképzetlen munkaerő nehezen tud boldogulni a versenyszférában. Akinek viszont szakmája van, és itt az is kiderül, hogy melyek a hiány szakmák, amelyet keresnek, ösztöndíjat kapnak a diákok, ha a szakképzésbe lépnek be, és gyakorlatilag tanuló szerződéssel a gyakorlati képzőhelyeken pedig biztos jövedelmet kapnak, ha elvégzik a szakmát, akkor pedig a cégek keresni fogják őket, és biztos megélhetéssel rendelkeznek majd a fiatal családok. Ezt az autót, sőt még egy Lego kockákat mozgatni képes robotot is megcsodálhattak a döntően 8-os, valamint végzős középiskolás tanulók. A 10. alkalommal megrendezett állásbőrzét és nyílt pályaorientációs napot a helyi szakgimnázium hirdette meg, amely évről évre nyomon követi, hol folytatják a náluk végzett középiskolások. Örömmel mondhatom, hogy a mi tanulónk elhelyezkednek, tehát zömmel nem a továbbtanulást, vagy nem egyből a végzés utáni továbbtanulást választják. Többen szereznek mérnöki diplomát, de évek múlva esetleg levelező tagozaton. A gyakorlat az azt mondhatja, hogy a döntő többség az elhelyezkedik a vállalatoknál. Az iskolában egyébként gépészeti technikum elvégzésére is lehetőség van. Ezt a képzésüket is népszerűsítették az esemény keretében. Ebben a szakmában nagyon szeretem azt, hogy tervezés, lehet tervezni, alkotni, és akkor az alkotóvágyamat képes vagyok fejleszteni is akár. A nap folyamán rengeteg helyi és környékbeli fiatal és vállalkozás került kapcsolatba egymással. Előbbiek közül sokan kaphattak iránymutatást a jövőjükre nézve. Egy konferencia keretében pedig a szakképzés 4.0 program elemeit is bemutatták, köztem modern technológiákat, e-learning tananyagokat és más digitális tartalmakat. Közel 148 millió forintos Európai Uniós támogatással valósítja meg legújabb projektjét a megyei önkormányzat. A fenntartható energetikai és klímacselekvési programok kidolgozása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében című topos program konzorciumi vezetője az önkormányzat. Ennek eredményeként a megyei líder helyi akciócsoportokkal létrejött a társadalmi egyeztetési munkaanyag.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat elkötelezett a klímavédelem, az energiahatékonyság és a fenntarthatóság iránt. Ezért az elmúlt években több olyan fejlesztést is koordinált, amelyek a változó éghajlati feltételekhez való alkalmazkodást szolgálták. A legutóbbi közgyűlésen elfogadták a fenntartható energetikai és klímaakciótervek társadalmi egyeztetési munkaanyagát. Gyakorlati értelme az a majdani pályázóknak, hogy nem kell elkészíteni ők ezeket a dokumentumokat a következő 7 éves uniós fejlesztési ciklusra. Ez most uniós forrásból a megyei önkormányzat elkészítette helyettük is, rendelkezésükre bocsátja a következő 7 évre. Így rendelkeznek ezzel az akciótervel, amivel tudnak majd uniós és egyéb forrásokkal is pályázni sokkal jobban, szabadabban, illetve bizonyos kiírásoknál feltétele is lesz ezeknek a terveknek a megléte. A klímastratégiát 2018-ban fogadták el, ezt azonban hosszú munka folyamat előzte meg. Minden egyes települési önkormányzatot bevontunk az adatszolgáltatásba, és felmértük a legszélesebb értelemben vett energetikai fogyasztásokat, a gépkocsi futásokat is beleértve. És ehhez képest kellett olyan tervet alkotni, olyan ajánlásokat megfogalmazni, hogy hogyan tudják, hogyan tudjuk ezt a fogyasztást csökkenteni. Ugye ez több rétű, vagy több módon is megvalósulhat, hiszen az elektromobilitás a kapuk előtt van, illetve hát olyan fejlesztések valósultak meg topban, keopos pályázati programokban, amelyek ezeket a számokat aztán biztosítani fogják, de hogy ez tervszerűen egy program keretében történjen meg, ez biztosítja ez a program. Az akciótervek társadalmasítása október 1-én kezdődött. A dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeket a lakosság és a vállalkozások egyaránt elküldhetik október 18-áig a megyei önkormányzatnak. Szombaton, Szombathelyen kezdi a bajnokságot a Fátum Nyíregyháza. A női röplabdázók kicserélődött kerettel vágnak neki az Extra Ligának. A szezont két idegenbeli vereséggel kezdő Hübner Nyíregyháza Blue Sharks jövő kedden a Veszprém ellen játssza az első hazai meccsét. A két csapat szerdán közös sajtótájékoztatót tartott. 10 hetes felkészülést követően várja a bajnoki rajtot a nyíregyházi női röplabda csapat. Mint Hollósi László vezetőedző elmondta, különböző okok miatt csak 3 hetet tudott együtt készülni a teljes keret, ennek ellenére már alakul az általa elvárt játék, ami decemberre állhat teljesen össze. A Fátum Nyíregyháza bajnokság és a Magyar Kupa mellett ismét kilép a nemzetközi porondra is. A szakember bizakodva tekint a 2019-2020-as idény elé. Sok új játékosunk van, egyfelől ez kicsit bonyodalom, hiszen az új szisztémákat meg kell tanítani a játékosoknak. Másfelől én örülök mindig, ha új játékosok vannak, mert ilyenkor új impulzusok érik a csapatot is, és az edzőt is. Úgyhogy én azt kell, hogy mondjam, hogy azok a játékosok, akik érkeztek, az mindenképp erősítés a csapat számára. Én azt látom, hogy tényleg lesznek itt igazi közönségkedvencek, hiszen nagyon dinamikus és erőteljes játékot tud bemutatni egy-két játékos. És a régiekkel karöltve én azt gondolom, hogy tényleg sok szép mérkőzéssel tudjuk majd megajándékozni a szurkolóinkat. A női röplabdázókkal ellentétben a férfi kosarasok már túl vannak két meccsen. Baján és a Vasas otthonában is vereséget szenvedtek a kékcápák, akik így várakozás alatti szerepléssel kezdték a szezont. Szerettünk volna Baján nyerni, Vasas az egy másik kategória, azért Pesten nehéz nyerni a Vasas pályán, de ott is szerettünk volna, kétszoros vereséget szenvedtünk. Az biztos, hogy látszik az, hogy mind kell változtatni a csapatnak, de hát hosszú még a bajnokság, és a sorsolásunk sem egyszerű, hiszen 6 mérkőzésből 2-szer játszunk csak hazai pályán. De itt a lehetőség jövő héten kedden 15-én, hogy javítsunk ezen. Veszprém csapat érkezik hozzánk, aki bajnok esélyesként érkezik, úgy mondhatom, hiszen a tavalyhoz képest még erősebb csapatuk van, de szeretnénk meglepetést okozni. A sajtótájékoztatón bemutatták a kékcápák kabala figuráját, és egy nyereményjátékot is meghirdetett a klub. A női röplabda csapat szombaton az Extra Liga nyitófordulójában Szombathelyen lép pályára, a Hübner Nyíregyháza Búrsász első hazai bajnoki meccsén jövő kedden a Veszprémet fogadja a Continental Arénában. A rendező újfehértói Kempó harcművészeti ese nyerte az 5. Izsó Mihály emlékversenyt a Jászárok Szállási Firewolf Küzdősport Egyesület és a Felcsúti Fehér Tigrisek Kempó ese előtt. A hazaiak 24 arany, 20 ezüst és 10 bronzérmet szereztek. A viadalon 15 egyesület 100 versenyzője lépett küzdőtérre.
Az elmúlt 4 évhez hasonlóan megtelt az újfehértói sportcsarnok küzdőtere, százan indultak el az 5. alkalommal megrendezett Izsó Mihály emlékversenyen. A sportágat a városban meghonosító edző 2013-ban hunyt el. A viadal része volt az országos bajnoki sorozatnak, és egyben válogató volt az idei portugáliai Európa-bajnokságra. A hazaiaknál több válogatott versenyző is szőnyegre lépett. Technikai és küzdelmi számokban fognak versenyezni. Technikai az formagyakorlat, fegyveres formagyakorlat, az önvédelem. Küzdelmi számok pedig semi-kempó, full-kempó, knockdown. Mi 20 fővel állunk itt a versenyen. Remélem, hogy tavaly is megnyertük a csapatkupát. Ez a cél, hogy az idén is megnyerjük a csapatkupát. A csapatversenyt végül a hazaiak nyerték a Jászárokszállási Firewolf Küzdősport Egyesület és a Felcsúti Fehértigrisek kempójese előtt. Egyéniben 24 arany, 20 ezüst és 10 bronzérmet szereztek az újfehértói versenyzők. Már nem Mirjóca László az NB1-es kisvárdai labdarúgó csapat vezető edzője. A klub és a szakember kedden közös megegyezéssel szerződést bontott egymással. A kisvárda vezetőségének közleményéből kiderül, hogy a klub és az edző futballról alkotott elképzelései nem egyeztek. Ez vezetett a szakításhoz. Mirjóca László utódáról később döntenek. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Megfelelően működik a Felső-Tisza vidékének védelmi rendszere, erről tájékoztatott Bodnár Gáspár, a vízügyi igazgatóság vezetője Tiszateleken. Román István, a megyei védelmi bizottság elnöke az ellenőrzés során elmondta, az utóbbi hónapokban mintegy 14 milliárd forint értékben fejlesztették a folyó ár- és belvízvédelmét, a beruházások folytatásaként pedig újabb 11 kilométeres útszakasz épül meg a Tisza töltésén Zsurk irányába. 500 millió forintos Európai Uniós pályázati forrásból újult meg Máté Szalka nagypiaca, amely nem csak a helyi, hanem a térségi kereskedelem egyik jelentős bázisa évtizedek óta. A város polgármestere elmondta, nagy kultusz övezi a helyet, amelyre már nagyon ráfért a fejlesztés. A megyei közgyűlés elnöke az átadó ünnepségen úgy fogalmazott, a piac ösztönzőleg hat a helyi termelőkre és kiskereskedőkre, ami az ország gazdasági teljesítő képességét is jelentősen növeli. Több száz általános és középiskolás kaphatott útmutatást pálya vagy munkahely választását illetően a szerdai 10. tiszavasvári állásbörzén és nyílt napon. A több tucat kiállító arra próbált rámutatni, hogy helyben és a térségben is el lehet helyezkedni, a fiatalok pedig a cégeknél meghirdetett álláshelyekről is érdeklődhettek. Egy konferencia keretében a szakképzés 4.0 program elemeit is bemutatták. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták október 9-én szerdán friss hírekkel. Legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, na viszontlátásra! Az este folyamán még változóan felhős idő várható, majd késő délutántól megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Eső, zápor egyaránt előfordulhat. A déli, majd az északnyugatira forduló szél megélénkül, időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 12 fok között alakul. Csütörtök estig erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd délutántól felszakadozik, csökken a felhőzet. Eső, zápor egyaránt előfordulhat, a nyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 18 Celsius fok között alakul. A hétvégén és a jövő hét elején száraz, meleg levegő áramlik térségünkbe, emiatt az éjszakai órákban többfelé képződik köd, ami délelőtt feloszlik, és utána már országszerte sok napsütésre, csapadékmentes, kellemes őszi időre számíthatunk.